Sziasztok! Most a Örökké tart című dalt fogjuk megtanulni. Csak ilyen ismeretterjesztő módon próbálom, hogy nem azt szeretném láttatni, hogy én el tudom eljátszani vagy nem, hanem hogy ti hogy fogjátok tudni eljátszani. Annyit kell tudni, elmondom összesen, hogy hány hangot kell tudni ehhez a dalhoz jelenleg, hogyha alaphangokkal fogjuk lekísérni. Ezt mondja, hogy 5 darab hangot. Ehhez ugye tudnunk kell az E hangot, meg az A hangot. Meg is mutatom a bevezetőt. Kicsit. Úgy néz ki, hogy a bevezető, ugye onnan indítom a dalt, mert az elején van egy csomó lélei rész, és onnantól számoljuk, ahogy bejön a dob. Játszottam, hogy ton, é, ezt a ritmikát, ton, utána meg az ára, arra is ugyanezt a ritmikát, ugye néha egy előhanggal megelőlegeztem, ugye az é üressel, de igazából én fogott ákat szeretek, ha valakinek á üres húrral van kedve játszani, úgyis lett ton. Megszólal, csak akkor nem felni kell bal kézbe, tehát arra figyelni, hogy ne dugjon már bele az összes húr, ami van. Tehát én fogni fogom az A húrt, ez azt jelenti, hogy az E ötön fogom fogni. Utána jön a verze, mindjárt megmutatom, hogy ugye ahonnan elkezdünk innen például E hanggal kezdek, E üressel. Tehát akkor összegezve, milyen hangokat kell tudni, amelyek hol vannak. E üres húrt tudni kell, A hangot, ami az E ötön van, ez a bevezetőben van. A verzében van E, A, meg egy D hang, tehát hogy az E-t ugye már tudjuk, mert E üres, van egy E ötünk, ami az A hang, utána van egy, ami ez lemegy háromszor, ez az E, A, E, A, E, A, utána jön a D-nes, ami A ötön van, és visszamegy E-re. Ha nem hiszem el, hogy, ha nem hiszed el, hogy az életed ajándékje, akkor az úgy van, hogy ott van egy C, ugye az A3, az meg egy G, az meg E3. Ugye, mert ez a kettő hang még nem volt benne.
ez lemegy háromszor, és utána belefúl, mert ott van a másik part. Hát nagyjából ennyi, tudnék. Remélem, hogyha segítettem, hogyha valami kérdés van, írjatok nyugodtan. Sziasztok!